Kovács Lajos Európa bajnok lett Bolonyában. A sportoló a Nemzetközi Naturál Testépítők Szövetségének kontinens bajnokságán a Men's Fizik kategóriában nyert aranyérmet. Vele most a következő percekben. Jó reggelt kívánok, Jó, reggelt Hát Sziasztok. ha azt mondom, hogy naturál testépítés, akkor rögtön felteszem magamnak a kérdést, hogy miért van más is. Jó, de adjuk ezt az álnaítságot. Kicsit segíts nekünk abban, hogy úgy megértsük, hogy mi a különbség a naturális, és az ezek szerint nem naturál között. Őt, mert ha már ilyen gondosan eltakargatod az izomaidat egy kardigán alatt, hogy megnézzük, hogy hogy néz ki egy naturál építő izomzata, akkor kénytelen lesz -e róla beszélni, hogy ez, ez elveit tekintve miben tér el. Az hát alapvető eltérése az, hogy, hogy nem használhatunk egyáltalán dopingokat, tehát semmiféle... Amire azt mondanám, hogy hát még jó, hogy? Tehát igen. ki az, aki egyáltalán a doppingot és a sportszót, na hagyjuk most persze, szintén, ha csak igen, igen. Oroszország felé pillantunk, akkor igen. tudjuk, hogy oké, okay. uh, igen, és még, és még mit nem? Tehát mondjuk én azt gondolom erre, hogy oké, okay, ez első lépésnek uh, naturálmente, tehát egy természetes, de mit még? Nagyon szigorúan ellenőrzik ezt, tehát uh, a, a valda folyamatosan kint van a, a versenyeken és ennek nagyon nagy jelentőséget uh, adnak, illetve nagyon erős a, a, a doping listánk is és nagyon sok minden rajta van, amiket nem fogyaszthatunk a, a felkészülés alatt, tehát a versenyidőszakban uh -huh. és csak az étrend kiegészítők, illetve magák, maga a, a naturál uh -huh. ételek. Hogy mondj néhány példát, értsük azt, hogy mik azok a dolgok, amik, amik úgymond a testépítés hagyományos műfajában elférnek és itt mondjuk nem férnek el. Uh. Mi, ami tehetünk, azok a, 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 a hagyományos, tehát a húsok, a fehérék, a normális makrotápanyagokat, azokat bevihetjük illetve ezeket kiegészíthetjük különböző teljes protein különböző tömegnövelőkkel, különböző aminosavakkal, stb. Tehát ezek, és még, ezek még benne beleférhetnek. Ezek, ezek, ezek ezek azok azok, belefé, azok, de úgymond mond. ezek a bizonyos steroid vagy egyéb típusú, tehát nem, bármi olyan, van. olyan ami már ugye, úgymond más módon szól bele a szervezet működésébe, az az ilyen szempontból nem. Hát, hogyha itt végignézek a te élettörténeteden, hogy motorversenyzés, szupermotorkategória, nem meresleg, család, cukrászüzem, akkor azért eléggé, hogy úgy mondjam, összeráncolom a szemöldök, mert hogy na de hogy jött a képbe a testépítésben a naturál módja ennek. Az egész az onnan jött, hogy a sport az mindig egy nagyon fontos része volt az életemnek, és 2000-2009-ig motoroztam. És ö, mi vagy ez egy extrém sportág, nagyon veszélyes, én nagyon sokszor le is sérültem persze. És ö, nekem a téli időszak, a téli alapozás a következő szezonokra, az az, az edzőteremben történt. És ö, az utolsó versenyemnél, 2009-ben volt egy erősebb lesérülésem, és akkor ott mondtam, hogy, hogy én többet nem szeretnék ezzel foglalkozni, versenyszinten se, és hobbi szinten se viszont megmaradt a mozgásnak a, a testépítés. Tehát maradt, aztán... az edzőterem maradt minden így szempontból van, az életedben. így életedben. Van, van, és akkor ez innen jött. Aha. Na most azért az, hogy az ember nap mint nap mondjuk egy ilyen, hát hogy úgy mondjam, finomított széhidrátokkal teli környezetben kísértésbe esett, mint amin egy cukrászüzem, az azért nem egy könnyű közeg, pláne annak, akinek ugye gyakorlatilag az élet a javarész arról hogy mit teszik és hogyan táplálkozik. Szóval ezt a kettőt, hogy illesztett, passzítod össze? Hát igazán ez szokás kérdés, kis kisgyerekkorom óta, hogy a ember vagyok, és... Nem és azt mondod, megumnam. hogy undorod van az édes de. Jaj is. Tudom. De, de, meguntam már a, a, süteményeket, a tortákat és a fagyikat, uh -huh. úgyhogy igazán hogy teljesen könnyen el tudok állni, illetve vannak céljaim, és nem szeretném saját magamat átvágni ezzel, uh -huh. hogy, hogy félre eszek, illetve csalok, uh -huh. hanem de, de részt is veszel ezeknek a cukrásztermékeknek az elkészítésében? És megy ez kóstolgatás nélkül, vagy mást kérsz meg, hogy kóstolj? Így van. Más kérek kérem meg, hogy segítsenek a kóstolásban. Igen, ja, azért óhatatlanul a, a kóstolgatásra az ember, hát ha tetszik, ha nem, de azért bevinne olyan dolgokat, amiket nem biztos, hogy szerencsés lenne. Annál is inkább kérdezem ezt, mert ugye éppen te nyilatkoztad azt, hogy, hogy tulajdonképpen a tökéletes izomzat kialakítása 70 ban 70 ban az étrendtől függ, ugye 10 ban a magánélettől, majd ezt mindjárt kifejted, és meg a regenerációtól, és összesen további 20 az edzés munka. Ez azért így azért tűnik nagyon, nagyon eltolt aránynak, vagy, vagy hogy is mondjam, mert ha visszagondolok a klasszikus Schwarzeneggeri időkre, a kezdetekre, bár ugye nyilván ő minden volt, csak naturál testépítő, nem? Igen. De, de hogy, hogy, mennyit változott szerinted alapvetően ez a fajta megközelítésben? Én azt gondoltam volna, hogy azért abban az időben még elsősorban azon múlott, hogy kinek mekkora a bicepszel, hogy hány órányi munkát végezel, és, és, és hányszor emeli fel a súlyokat nap, mint nap. Egy kicsit összetettebb, és igazán nekem is, ahogy évről évre megismerem magam, egyre jobban élesedik az én diétám és illetve a táplálkozási szokásaim és ez tényleg helytálló ez a szabály, hogy 70%-a a táplálkozás és hogy a test valójában a konyhában készül, nem az edzőteremben. Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ez ennyi, ilyen nagy arányban befolyásolja. Így van, így van, ez mellett nagyon szükséges <laughs> a, a 20% edzés is, de ez csak akkor 20% hogyha 100%-osan teljesít az ember. <laughs> Tehát hogyha nem hozza ki magából azt a azt a pluszt, azt, amikor már szenved, akkor, akkor nyilván nem olyanak lesznek a, a, az arányok, nem úgy, fog, nem úgy fog kialakulni a test. illetve a 10 amiről a beszéltünk, így van, akkor pedig a, a, pihenés, az, hogy mennyire stress, stresszes a, a, közeg, milyen az embernek a munkája. Be ez, az izomzatán? Abszolút, abszolút, uh -huh. abszolút, abszolút, így van. Milyen formában tűhet ez? valakinek, mondjuk egy bírói szemnek, hogy ez egy kipihent, jól regenerált, vagy adott esetben egy, egy, egy hektikus közegből érkező izomzat? Igazániból, hát a bíró az így nem mondja meg, csak a, a, hogyha többet pihenne, akkor az izmoknak sokkal több ugye, a pihenő, de sokkal jobban fejlődik uh -huh. a bevitt tápanyag, akkor sokkal, sokkal jobban tud beépülni a, a vázizomba, és adott esetben sokkal nagyobb lesz esetleg, vagy definiáltabb, sokkal szákásabb, illetve az ideg sem mindegy a versenyzőnek, pláne mondjuk az utolsó egy hónapban, vagy esetleg a verseny előtti egy hétbe. Uh -huh. Értem, tehát tulajdonképpen ahogy ahhoz így látható, az egy, ez egy nagyon komplex testet, lelket, minden tekintetben megmozgató Abszolút. megmozgató tevékenység. No, a, a, akkor ezek szerint a táplálkozás egy nagyon-nagyon hangsúlyos része lett az életednek, és hogy mondod, akkor tanulod ezt a dolgot a saját testeden tulajdonképpen, ugye? Így van, így van. No, ez az azt, jelenti, azt is jelenti, hogy ez már egy olyan tudásanyag, amit érdemes átadni, vagy foglalkozol esetleg másoknak is a problémáival, vagy, vagy ez egyelőre még inkább a saját testedre igaz? Ö, túlnyomó része a saját testemre igaz, de a személyedzése is foglalkozok, és akinek tudok segíteni, annak nyitott kapukkal. Na és akkor innen hova tovább? Tehát mi lehet a következő lépés? Azért ez egy nagy szó, Európa bajnoki cím ugye ebben a kategóriában. Vannak-e vannak -e további távlati nagyobb falatokra éhes terveid? Igen, igen, igen. 2016-ban, június 10-11-én lesz Budapesten megrendezve ennek a Nemzetközi Naturál Testépítők Szövetségének a világbajnoksága, amire ezzel az eredménnyel kvalifikáltam, és ö, mindenféleképpen a, a világbajnoki címnek a, a, megnyerése, illetve minden egyes világbajnok ö, kap egy kvalifikációt a Mr. Olimpiára, ami most, ö, ha jól emlékszem, ezen a héten van, kint Amerikában, Las Vegasban, de ez mindig változik. És akkor elképzelhető, hogy... Hát nagyon bízok benne, igen. Hát, hogy az is... Na, és egyébként mennyivel, mennyivel tekinthető a világban, aki közeg sokkal nehezebbnek, mint az Európa bajnoki? Tehát mennyire kontinensen kívül is, <coughs> hogy mondjam, nagy sport ez, vagy nagy műfaj ez, a, most elsősorban a természetesen a natúrában arra gondolok. Hát eléggé vegyes a felhozata. Most a, az Európa bajnokságon az én kategóriámban jól, jó és szlovákok és csehek voltak, uh -huh. illetve ketten voltunk magyar versenyzők. A világbajnokságon még nem tudom, hogy mi várható, még nem voltam ilyen. Uh -huh. Na no, hát akkor a későbbi tapasztalataidra együtt szívesen várunk vissza, hogy elmesélt, hogy történt. Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm és sok sikert. Köszönöm szépen!